Jó napot kívánok, sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket. Ez itt az Enigma, a Fix Televízió geopolitikai műsora. Az utóbbi időszakban konfliktusossá váltak az amerikai-török kapcsolatok, a szíriai kurdok, valamint a Fethullah Gülen ügye miatt. Erre a feszült viszonyra úgy hat most az Ankara által Moszkvától megvásárolt S-400-as orosz légvédelmi rakétarendszer várható üzembehelyezése, mint olaj a tűzre. Washington a beszerzést vörös vonalnak tekinti. Hogy mit is jelent ez a vörös vonal, és vannak-e eszközei az amerikai diplomáciának arra, hogy megállítsa a törökök orosz orientációját, arról kérdezem most Kis Benedek József, nemzetbiztonsági és közel-kelet szakértőt. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket. Nos, hát nyilván a jéghegy csúcsa ez az S-400-as Triumph légvédelmi rakétarendszer, és hát ezt azért egy hosszabb folyamat megelőzte már, egy hosszabb eltávolodási vagy problematikussá válási folyamat, ami talán még csak nem is annyira a szíriai kurdokkal kezdődött, hanem azért már korábban voltak ennek jelei, hogy Törökország egy egyre inkább vonakodó szövetségessé vált az amerikaiak és a NATO részéről, és egyre inkább próbált közeledni a térség arab országaihoz. Ez a jelenlegi légvédelmi rendszer megvásárlása, ez milyen közvetlen előzményekre megy vissza? Nagyon sok közvetlen és közvetett előzménye van, hiszen egyrészt, ha megnézzük, Törökországnak a geopolitikai helyzetét rendkívül fontos. Közel-Kelet kapujában van, az amerikai értékek szerint Törökország a Közel-Kelet része. Az európaiak ezt nem mind vallják. Az európaiak azt mondják, hogy Európához tartozik. Hát ugye tudjuk azt a legnagyobb város, 15 millió lakossal, Isztambul, ami gyakorlatilag Törökországnak a fővárosa, bár ugye adminisztratív főváros az Ankara. Ankara, de hát azért ugyanakkor annyira nem tartják európainak, hogy azért az Európai Unióban is fölvegyék, ez csak egy kis pikírt megjegyzés a részem. Ez az abszolút nem tartják. Már 15 éve próbálkoznak a törökök, de ez igen, és erre nem is nagy esély volt, tehát addig, míg a törökök, illetve a törököket a németek és a franciák egyáltalán nem szeretnék látni az Európai Unióba, és ezzel a törökök is teljesen világosan tisztában vannak, addig ez nyilván nem fog bekövetkezni, és azt is lehet látni, hogy Törökországban jelentős változások történtek az elmúlt években. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy a kemáli hagyományokkal szakítottak, és Törökország elindult egy iszlám vonal irányába. Ráadásul az iszlám országok részére példaképpen szolgált Törökország, különösen mondjuk a gazdasági fejlettségét illeti, mert azért az arab országokhoz képest lényegesen fejlettebb Törökország, és sokkal jobban élnek ott az emberek, mint az arab országokban. Következésképpen, hát Törökország minden szempontból fontos pozícióban van. Fontos pozícióban van azért, mert a NATO tagja. A felvételével gyakorlatilag azt a török-görög ellentétet, amely már jó néhány évszázad óta létezik, gyakorlatilag megszüntették, mert a NATO próbálja semlegesíteni ezeket az ellentmondásokat, és ha visszamegyünk a történelembe, akár csak a NATO történelmébe, akkor azt lehet látni, hogy Törökország azért meglehetősen sok támogatást kapott Európától is, meg az Amerikai Egyesült Államoktól is, hiszen a Marsra segélyből számukra is jutott bőven pénz, és ahhoz, hogy Törökország odajutott, ahol most van gazdasági szempontból, nyilván hozzájárultak azok az amerikai támogatások, amelyeket az elmúlt évtizedekben Törökország élvezett. Ez kétségtelen így van, ahogy mondja, bár bizonyos források azért azt hangsúlyozzák, hogy ez csak a fele annak, mint amit Törökország szeretett volna, vagy igényelt volna. Hát azért gondolom a függőségben tartásnak ez egy fontos eszköze, hogy azért ne adjunk pénzt arra, hogy gazdaságilag talpra álljon a szövetségesünk, katonailag fel tudjon szerelkezni, de azért ne dőljön hátra a székbe, tehát azért mindig legyen függő viszonyra tőlünk, ne adjunk annyit, amennyire szükség van, mondjuk hát csak a felét, igen, vagy a kétharmadát. Igen, ezt tulajdonképpen lehetett látni a menekült válsággal is, ugye tudjuk, hogy 2015-öt követően Törökország azért egy komoly szerződést kötött az Európai Unióval, Merkel asszony jó voltából, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 2015-16 óta visszatartott
tartják a menekülteket, és nem tudnak Európából eljönni. Ezt a megállapodást, amit aláírtak, megígértek a törökök, hogy betartják, be is tartják. Tehát ez mondjuk, ha nem is 100%-ban, de jelentős mértékben nekik köszönhető az, hogy nem jönnek menekültek tömegei Európában. Nyilván emögött némi pénz is van. Hát némi pénz az európai adófizetőknek szerint 9 milliárd az adó eurói. Igen, vannak. Hát azért komoly pénzeket tehát kaptak, bár nem annyit kaptak meg, mint ami a szerződésben benne van. Rossz nyelvek szerint, tehát azért itt is vannak viták, de tulajdonképpen, ha megnézzük a szerződésnek a teljesítését, azt tudjuk mondani, hogy ez valójában működik. Na most persze nem itt tartunk, hogy most Európában mely viszony, milyen a viszony az Egyesült Államokkal. Hát az Egyesült Államok szempontjából is nagyon fontos, pontosan a Közel-Kelet miatt, pontosan a Közel-Kelet kapuja miatt, és hát voltak bizonyos belső problémák a két ország viszonyában, politikai szempontból is. Politikai szempontból úgy, ahogy elhangzott a felvezetőben, nem szabad figyelmen kívül hagyni a Gülen ügyet, amikor a török vezetés kérte, hogy Amerika a hitszónokat adja vissza, amire, mivel az állam adja ki. Már évek óta Amerikában él, pontosan tudja, hogy miért ott van biztonságban egyedül. Amerikai állampolgár is, és természetesen az amerikaiak nem adták vissza, és nem is néz ki úgy, hogy ezt visszaadnak belátható időn belül. Hát nem fiatal emberről van már szó, azt sem szabad elfelejteni. Ugyanakkor hát ebből egy politikai tőkét kovácsolt volna a Erdoğan vezetés. Azt is lehet látni úgy mellesleg, hogy hát Amerikával próbálnak a hadipar területén is elég szoros együttműködés megvalósítani, hiszen tudjuk azt, hogy F-35-ről van szó, hogy azt vásárolnának az amerikaiaktól. Ugyanakkor hát a török légierőnek az alapgéptípusa az F-16-os ma is, és még sokáig az is fog maradni, mint ahogy nagyon sok más NATO országban is az F-16-os. Az már nem annyira korszerű konstrukció, ugye? Van annak nagyon sok alváltozata. Hát az amerikaiak mindig megnézik azt, hogy A-tól K-elemig, tehát jó sokáig tart a sor, és ez mind egy bizonyos sorozatot jelent, és egy bizonyos sorozat megfelelő technikai paraméterekkel bír, tehát megvan, hogy melyiket, és kinek adják el. Tehát vannak a országok, azt mondják, hogy ebből a sorozatból adunk, ebből már nem. Tehát hát tulajdonképpen a világ, nyugati világnak a fegyveres erőjétek általában F-16-tal, illetve F-18-tal vannak felszerelve, aki ezt meg tudja fizetni. De az igazság az, hogy itt a légvédelmi rendszerek kapcsán ugye fölmerült az, hogy a törökök szerettek volna az amerikaiaktól patriotokat vásárolni, és a patriotoknál is különböző változatok vannak. És hát a törökök azt mondták, hogy ők a legkorszerűbb típust szeretnék megkapni, amire az amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy hát nem kapjátok meg a legkorszerűbb típust, kaphattok Patriotot, de nem ezt a változatot, amit szeretnétek. Ilyenkor mi áll egy ilyen döntésnek a hátterében? Politika. Hogyha... Politika is, miért és haditechnikai fejlettség. Nem biztos, hogy a térség egyensúlya, tehát katonai erőviszony szempontjából az amerikaiak ezt nézik, és ezért van az, hogy Amerikában semmi köze a védelmi minisztériumoknak a fegyverek eladásához. Ezt a külügyminisztérium határozza meg politika alapján. És hogyha az amerikai külügyminisztérium úgy dönt, hogy ennek az országnak ezt nem adjuk el, vagy egyáltalán nem adunk el semmiféle haditechnikai eszközt, akkor azt kötelesek végrehajtani. Tehát ebben az Egyesült Államokban... Túl erősek lettek volna a törökök amerikai szempontból? Igen, figyelembe kell venni azt, hogy melyik országban milyen viszonyban van Törökország. Na most, ha török külpolitikát nézzük, akkor van egy pár ország, amely szoros szövetségese az Egyesült Államoknak, ugyanakkor hát Törökországon vannak vitái. Például Szaúd-Arábiára gondolunk? Hát például Szaúd-Arábiára is gondolunk, de akár Izraelre is gondoltunk. Izraellel régen a törökök nagyon jó viszonyban vannak, ilyen. Sőt, ugye az amerikaiak azt mondták, hogy van egy háromszög, igen. Ez áll az Egyesült Államokból, Egyiptomból, Törökországból, és tulajdonképpen majd ő hozzájuk igazodnak a Közel-Kelet egyéb országai. Hát ez az elgondolás nem jött be. Izrael, Törökország, Egyiptom. Ők tudják tartani az egyensúlyt a térségben, és
ez az egyensúly elmélet nem vált be. Hát ugye ebben benne van a gázai konfliktus, benne van az egyiptomi problémák, amik voltak Egyiptomban. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez a háromszög egyáltalán nem működik. Na most ugye Izrael... Törökországnak megromlott a viszonya az utóbbi években Izrael előtt. Nagyon megromlott a viszonya. Hát itt volt olyan időszak, amikor a nagykövetet is hazahívták, tehát szünetelt a diplomáciai kapcsolat. Szünetelt a jó néhány haditechnikai eszköz újítottak fel a török légierő részére Izraelbe, ezekkel is leálltak, tehát Egyesült Államoknak ezeket figyelembe kell venni, és ennek megfelelően osztja le a különböző eszközöket, amiket el lehet adni. Hát így van, így most aztán jobban lehet érteni, hát hogy miért nem persze. akarták a legkorszerűbb légvédelmi rendszert eladni neki. Egyesülről szól a történet, meg hát nyilván pénzügyi kérdések is vannak benne, aztán hát milyen a szaudi kapcsolat, illetve a törökországi kapcsolat, mármint a két ország között, az itt is ugye voltak vitás kérdések, és most már az Egyesült Államok részére ebben a térségben hát igen határozott szövetségese jelenleg Szaúd-Arábia. És Szaúd-Arábia, tudjuk azt, hogy biztos vevő, tehát ők mondjuk nem késlekednek a fizetéssel, akár azonnal, vagy amitben megállapodnak, azt a szaúdiak kifizetik. Hát az olajdollárok az a korlátlan rendelkezésre állnak. Nincs olyan probléma, hogy ne tudnak. Olaj és fegyver cserél gazdát elképesztő mennyiségben a két ország között, ugye pontosan így van. Ezt tudjuk. És a törökök próbálnak ugye éket verni ebbe az édes kettesbe, nem is teljesen sikertelen, hiszen a Khashoggi ügyel Elég ügyesen lavírozott Erdogan az elmúlt évben. Beszéltünk mi erről az, igen. hogy gyűrűjt elég sokszor, így van. De kétszer mindenképpen, és akkor mondtuk azt, hogy tulajdonképpen a pénz az elfeledteti ezt az egész történetet. Még nem vagyunk a végén teljesen, de azért sok mindent elfelejtettek. Tehát tárgyalnak az Egyesült Államok részére szaudiakkal. Természetesen azt még senki nem mondta ki, hogy a szaudi herceg mennyire felelős a gyilkosság megszervezésért, de jó néhány ember már zár alatt van, lakott alatt van, le vannak tartóztatva, vizsgálatok folynak, nemzetközi bíróság elé akarják vinni az ügyet, tehát ezt azért szépen csendben attól, és ennek nincs média visszhangja a világon, azért ezzel foglalkoznak, és ahol tartottunk, a lényeg az, hogy az Egyesült Államoknak fontos szövetséges, és Szaúd-Arábia. Na most a Törökországra visszatérve, hát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a törökök szeretnék megvásárolni az F-35-ös repülőgépet. Most tudni kell az F-35-ös repülőgépről, hogy rendkívül korszerű. Drága, de nem sok országnak van jelenleg a hadseregében rendszeresítve. Feltesszem, az izraelieknek van. Törökország szeretné azt, hogy nekik is legyen ebből a géptípusból, és hát itt több mint száz repülőgépről van szó, tehát nem egy századról, meg nem egy repülővingről van szó, és az azt jelenti, hogy hát az amerikaiak most azt mondták, hogy ha megveszik az S-400-os rendszert, már pedig erre megegyeztek, olyannyira, hogy júliustól kezdődik a leszállítása a rendszer egyes elemeinek, és novemberre állítólag be is akarják fejezni, tehát tulajdonképpen egy orosz korszerű légvédelmi rendszert vásárol Törökország, ami nem tetszik az Egyesült Államoknak. Na most de nem csak az Egyesült Államoknak nem tetszik, bocsánat, hanem a más NATO szövetséges tagállamoknak is, hiszen itt nagyon komoly kompatibilitási problémák merülhetnek föl, hiszen ez nem NATO kompatibilis, innentől kezdve nem NATO kompatibilis lesz Törökországnak a légvédelme, illetve egyéb összehangolási problémákat is ugye fölvet. Tehát ugye érthetők a NATO aggályai, hogy most miért vásárol egy kulcspozícióban lévő NATO ország egy NATO kívüli, sőt a NATO-val ellenséges viszonyban levő országtól komoly légvédelmi rendszert. Hát ebben a témában a NATO legfeljebb morgolódhat és tehetnek különböző megjegyzést a NATO értekezeteken, illetve a különböző NATO bizottságokban, de végül is a nemzet dönt abban, hogy milyen fegyvert vásárolnak. Nincs előírva sehol, semmilyen ország részére, hogy milyen eszköz köteles vásárolni. Senki nem beszél arról például, hogy a görögöknek is nagyon sok orosz fegyverük van, és most én nem a kelet-európai eszközök beszélni, hogy természetesen ez van, és ezen sokat változtatni nem lehet. Ebből a vonalból három ország próbál elég gyorsan kitörni, ugye Lengyelország, Románia, és mi csatlakoztunk ehhez a vonalhoz.
Tehát az azt jelenti, hogy főként NATO országokból, sőt, szinte kizárólag NATO országból vásárolnak. Na most ebből a sorból kilóg Törökország azzal, hogy megvásárolja az S-400-as rendszert. Igen, a kompatibilitást illetően vannak problémák. Na most nem szabad elfelejteni azt, hogy a NATO-nak Kanadától teljesen a román partokig ugye egységes légvédelmi rendszere van. Na most az egységes légvédelmi rendszer az azt jelenti, hogy egymással kompatibilis technikai eszközök vannak, helyettesíthető bármikor, és hogyha valamelyik ország, mert nem fegyverről van itt szó, itt a légvédelmi eszközökről van szó. Tehát a légvédelmi eszközök vonatkozásában egyformának kell lenne lenni, és az a probléma, hogy ebből a sorból lóg ki azzal Törökország, hogy ő más rendszert vásárol. Na most ez a rendszer, az S-400-as, ez tulajdonképpen egy továbbfejlesztett változata az S-300-as légvédelmi rendszernek. A 300, illetve a 400, a papíron már létezik a 500-as, sőt már le is gyártottak be az 500-as is, amely 400-asnak a továbbfejlesztett változata, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ilyen távolságra tud ellőni, tehát ez nagyon komoly távolságot tudnak leküzdeni. Tehát ezek 4, illetve 500 kilométeres hatósugáron belül tudja leszedni a támadó gépeket. És nem csak a támadó gépeket, hanem a ballisztikus rakétákat is, aha, és a pilóta nélküli eszközöket is. Tehát itt azért egy elég széles körű felhasználása van, és van egy olyan radarja az S-400-as rendszernek, amely körülbelül 600 km távolságra lát el. Tehát, hogyha Törökországtól húzunk egy kört, rajzolunk egy kört, akkor lehet látni, hogy a radar, ahol el van helyezve, onnan 600 km el tud látni éjjel-nappal, tehát nincs semmi probléma, mindenféle légi mozgást tud rögzíteni, és egyszerre sok célt tud követni, illetve sok cél ellen tud egy időbe támadást végrehajtani. Tehát egy rendkívül korszerű rendszer probléma micsoda. A probléma az, hogy nem kapcsolódik a Patriot, ugye ezek vannak rendszeresítve, nem kapcsolódik, nem azon a frekvencián adnak, tehát nem lehet a kettőt összekapcsolni, illetve hát különböző információkat lehet szerezni a rakétarendszerrel, tehát az S-400-assal, meg a többivel is természetesen, az adott országra, illetve a térségre vonatkozóan. Na most az azt jelenti, hogy az oroszok, ha oda telepítenek, és tesznek bele egy-két különböző, úgy szokták mondani Pestes, hogy kütyüt, akkor ugye ettől kezdve... Ők is látni fogják a teljes NATO. Oda is belátni, ahova hát másik oldal nem szeretné, hogy belásson. Úgyhogy ez, hát ez egy érthető biztonsági rés, tehát... Hogyne, nem véletlen vannak. Tehát itt már nem csak gazdasági, hanem komoly biztonsági problémák is felmerülnek, és ezért is van az, hogy az amerikaiak azt mondják, hogy gyerekek, ha megveszitek az S-400-as, akkor nem fogjátok megkapni az F-35-ös repülőgépeket. Igen ám, csak a törökök meg már előre gondolkodtak, és azt mondták, hogy ők az S-400-as rendszert úgy akarják megvásárolni, hogy a gyártásba is beszállnak. Tehát a törököknek azért van egy rendkívül fejlett hadiparuk. És ők ezt úgy gondolják, hogy akkor majd közös gyártás. Az oroszokkal? Az oroszokkal. A közös gyártásnak majd mi a következménye? Hát az, hogy közösen dobjuk piacra a terméket, ami azért már több helyen bizonyított. A F-35 vonatkozásában pedig, hát tulajdonképpen a szerződéseket aláírták. A török pilóták, azok kim vannak Arizona államban, és ott képezik ki őket az F-35-ös repülőgépnek a vezetésére. Tehát ők már ott gyakorolnak. Tehát azért mondom, hogy ez nem egy induló projekt, hanem egy folyamatban lévő de projekt, bocsánat, és közben született a döntés. Hát de elnézést, tehát az orosz projekt se egy induló projekt, 2017-ben, két évvel ezelőtt írták alá. Ezt tudta a NATO is, tudta az Egyesült Államok is, tudták a törökök is, tudták az oroszok is. Akkor most azért, mert jövő hónaptól kezdve már elkezdik szállítani, most ébrednek föl az amerikaiak? Vagy nem igazán értem. Tehát mi az, hogy vörös vonal? Ugye azt mondta az amerikai külügy, hogy ha elkezdik szállítani és felszerelni és üzembe helyezni az orosz légvédelmi rendszert Törökországban, akkor
Az a vörös vonal. Ez most mit jelent? Hát az a vörös vonal, hogy ez nem csak az amerikaiaknak jelent problémát, hanem a térségben lévő amerikai szövetségesekét is. Tehát, hogyha Törökország megveszi ezt a rendszert, igen, akkor mindjárt egy-két közeli amerikai szövetségesek, ne menjek messzire, mondjuk Izrael, föl fog horkanni, hogy mit keres Törökországban az S-400-as rendszer, amivel Törökország déli részéről igencsak be tudnak látni Izrael teljes területére. Szaudiak ugyanezt mondják, tehát még egy-két olyan öbölmenti állam is ágál a megvásárlás, vagy az eladás ellen, ami hát nyilván az amerikaiaknak nem kerülheti a figyelmét, és oda kell rá figyelni. De hát kétségtelen, ez egy létező, meglévő, vagy kialakult, vagy kialakulóban lévő kognitív diszonancia. Tehát én próbálnék az Erdogan elnök fejével gondolkodni, illetve a török hadvezetés fejével gondolkodni, nem nagyon sikerül. Tehát ez hogy kell ezt összerakni, hogy van egy amerikai légierőnk, egy teljes amerikai technológiánk, majdnem a legkorszerűbb, vagy már úgy csipegetjük a legkorszerűbbet, sőt, elkezdjük megvásárolni az F-35-ös több mint 100 vadászgépet, sőt, már a pilotáinkat Arizonában kiképezik, török pilóták pedig nem tartoznak a legrosszabbak közé a világon, úgy tudom, sőt, és közben megvásárolunk az oroszoktól egy légvédelmi rendszer, tehát amerikai légi támadó rendszer és orosz légvédelmi rendszer? Ebbe lehet olyan gazdasági, esetleg biztonsági kapcsolat is, aminek a lényegét mi nem hozták nyilvánosságra. Tehát ez a megállapodás, amely Törökország, illetve Oroszország között létezhet, vagy létezik a légvédelmi rakétarendszer beszerzése ügyében. Valamit beígértek az oroszok. Tehát lehet, hogy itt a további kooperáció, további gyártás. Ezt úgy érti, hogy ez esetleg zsarolás? Nem zsarolás, inkább együttműködés. Nem zsarolás, együttműködés. Azt mondja, a NATO az csinálja a saját dolgait. Bennünket ugye az európaiak meglehetősen hanyagolnak az utóbbi időben. Számunkra fontos az orosz gáz, az orosz kapcsolat, az orosz olaj, és természetesen egy korszerű orosz fegyverrendszer is. Aztán majd a NATO-ban megegyezünk valahogy. Tehát ők körülbelül így gondolkodnak ebben a témában. Hát most mondjuk ki azt, ami oroszok az előbb utal. Oroszok meg ott akarnak lenni. Hát semmibe nem kerül ugye az orosz informatikusoknak, hogy megfelelő kémprogramokat telepítsenek ebbe a légvédelmi rendszerbe, és innentől kezdve gyakorlatilag a teljes NATO légierőre rálátásuk van. Tehát bebújtak a rendszeren belül hasonló politikával, mint amit az Európai Unióval is csinálnak. Ez ugye, nem zárható ki, hogy ilyen van, ugyanakkor hát lehet ellen védekezni is. Tehát azt a meglévő rendszert is át lehet állítani. Én ennek a technikai részéhez nem értek, de azt tudom, hogy azért ezekkel lehet játszadozni, és különböző tűzfalakat, védelmi rendszereket beépíteni, aminek következtében az információt nem tudják leszívni az oroszok. Hát most ebbe a egyébként Oroszországban gyártott eszközökben mi van beépítve, és mi az, amit tudnak meg, mi az, amit nem. Milyen szoftvert vásároltak meg, és miért nem. Ilyenkor szoftvert nem szokták megvásárolni, csak a hardvert. A szoftvert legyártja az adott ország. Azt odaadják ajándékba. Tehát én nagyon-nagyon csodálkoznék, és nagyon csalódnék Putyin elnök stratégiai érzékében, ha kihagyna egy ekkora lehetőséget, hogy ne ajándékozzák meg mondjuk a szoftverrel a törököket, ezért cserébe pedig szinte korlátlan információval rendelkezenek. Úgy, ahogy mondta, baráti áron adják el oroszok, tehát igen. Ez a baráti ár az azt jelenti, hogy ebben valami érdek is van. Igen, hát persze. Vagy ez, hogy beépítenek valamit, vagy beépítettek valamit, vagy az, hogy majd egy további közös gyártás és értékesítés mindkét fél számára gazdasági előnyöket. Tegyük fel, hogy megvalósul. Tehát a jövő hónapban már néhány hét múlva elkezdik szállítani az oroszok. Igen. Ugye a szerződés szerint két héten belül elkezdik szállítani. Igen. Tegyük fel, hogy zavartalanul meg is valósul, novemberig ezt leszállítják, összeszerelik, összerakják, üzembe helyezik. Mi fog történni? Mit fog tenni az Amerikai Egyesült Államok? Mit fog tenni Törökország, mit fog tenni Oroszország, és jelentheti-e, hogyha ez sikeres, egy későbbi gyümölcsöző orosz-török kapcsolatnak a
az első lépés. Hát természetesen jelenteti, mert ezen a területen már van egy olyan megállapodás, hogy együttműködnek a gyártást illetően, sőt állítólag mondom az S500-as rendszerbe is kaptak ígéreteket. Tehát innentől kezdve ez már üzlet. Megveszik, akkor folytatódik. Ez igen. Már anyagi érdekük is az törököknek, hogy közösen fejleszték tovább. És hogyha ezt ott rendszerbe állítják, az azt jelenti, hogy az első időszakban ezeket az eszközöket oroszok fogják kezelni, mert be kell tanítani a személyzetet. Tehát az nem úgy van, hogy beül a számítógép mögé is már is tudja kezelni, mert ezek nagyon komoly rendszerek, tehát ez komoly kiképzést igényel, hogy ezt megtanulják. Tehát az oroszok ott lesznek, ők használják, mint ahogy ugye most is van az oroszoknak ott, tehát természetesen nem a szírek használják, hanem az oroszok. És hát azt lehet látni, hogy azzal, hogy az oroszok ott lesznek Törökország területén, hát közvetlen információ. Hát meglehetősen pikáns helyzet. Tudnak szerezni arról a térségről, kicsit azért karikírozzuk ki ezt a helyzetet. Ott ülnek Ankarában, vagy nem tudom, hol is hát, van a legnagyobb török légitámaszpont? Van egy... Icsirlik. Igen, Icsirlik településen. Hát az egy NATO is, amerikai NATO között légibázis. Vannak. És ott ülnek az orosz mérnökök éppen bent a NATO, egy NATO központban, miközben a szomszédszobában lehet, hogy amerikai kiképzők képezik ki a török pilótákat. Hát, miközben a szomszédországban háború folyik, ahol az amerikaiak alkalmazzák az F-35-öt, és tulajdonképpen az S-400-os rendszert az F-35-ös gépek felderítésére használják. Na most az F-35-ösről tudni kell az, hogy gyakorlatilag lokátorok számára hát nehezen érzékelhető, fogalmazzunk így, van, aki azt mondja, hogy mivel 5. generációs repülőgépről van szó, láthatatlan, nem igaz, hogy teljesen láthatatlan, valamit azért tudnak látni, de homályosan. Na most ezeket tudják próbálgatni, tehát egy csomó információhoz tudnak jutni az oroszok. Ezt az információt, amit hozzájutnak, figyelembe veszik abba, hogy majd az új rendszert hogyan fogják kifejleszteni. Egyszerre hát mennek vét, most bocsánat, hogy lemaradtam ennél. Együtt kávéznak az Incsirliki repülőtérnek a büféjében az orosz és az amerikai kolléga, és egyébként meg az egyik a másikra vadászik. Tehát, hogy ez azért eléggé pikáns helyzet. Erről szól a mai furcsa katonai kapcsolatok rendszere. Ez tényleg az. Ezt igen, hát nyilvánvaló, hogy az amerikaiak ezért nem akarják azt, hogy oda betelepüljenek az oroszok, és az orosz technika legyen török kézbe. És hát ez a program, gyerekek, megvetitek, rendben van, ez a vörös vonal, F-35-t nem fogtok kapni. De már ebből az F-35 üzletből nehéz visszaérni. Tehát ebbe... Mikor már benne vannak nyakig. Meg pénzzel. Nagyon sok pénzt fizetett már ki Törökország. Meg a program is. Egy csomót már Törökország kifizetett előre. Uh-huh. Na most ezt leállítják, tehát ezt nem tudom megképzelni, hogy ezt most csak úgy, akkor most eddig barátok voltunk, adunk, veszünk egymásnak, onnantól kezdve nem veszünk. Hát ez megint egy ilyen trámpos lépés, hogy gazdasági eszközökkel fenyegetünk, szankciók, embargó, stb. De hogyha ez nem működik, vagy nem lesz sikeres, akkor milyen eszközei maradtak az amerikaiaknak arra, hogy korlátozzák, vagy megakadályozzák a török szövetségesüket abban, hogy ez egyre szélesebb kaput nyisson Oroszország felé. Mert ugye itt most ne ragadjunk le az S-400-asoknál, hát nyilvánvaló, hogy ennek lesz folytatása. Ez egy hallatlan kényes kérdés, mert ez nem csak az amerikai török kapcsolatokat érinti, hanem a NATO török kapcsolatokat is, és Törökország, mint a NATO második legerősebb hadseregével rendelkező állam, nem mindegy az, hogy milyen haditechnikai eszközökkel rendelkezik, és nem mindegy az, hogy a területén lévő orosz haditechnikai eszközök által milyen információt lehet beszerezni. Mondjuk a NATO igen kényes és igen intenzíven védett légvédelmi rendszerével kapcsolatban. Tehát ez azért egy darabig el fog menni, és itt még lesznek különböző viták, hát most mit fognak csinálni, meg, vagy mit nem fognak csinálni. Nagyon azért kényes, mert Törökországra a jelenlegi közel-keleti helyzet miatt a NATO-nak szükség van. Tehát nem mondhatja azt, hogy jó van, török barátaim, lépjetek ki a NATO-ból. Nincs az a NATO ülés, ahol ezt fölmerülnek. Ugye ez még gondolat, kísérlet szintjén sem kerül. Pajkos inger szintjén nem jelentkezik, így van, hiszen Törökországot megkérdőjelezik. Ami soha nem volt, egy olyan általános békehelyzetben is kulcspozícióval rendelkezne, Boszporosz, Dardanellák, tengerszorosok védelme, ugye a légierő, a vízi harcászati eszközök, stb. Stratégiai, geopolitikai helyzeténél fogva
szüksége van a NATO-nak, és szüksége van az amerikaiaknak is a törökökre. Okos elemzők azt írják, hogy igazából egyiküknek sem érdekel a szakítás. Ennek ellenére az események mégis úgy tűnik, hogy mintha arrafelé sodródnának, hogy egyre távolabb kerüljön a két szövetséges egymástól. Egyrészt ott volt ugye az iraki kurdoknak az ügye, ugye a törökök terrorista csoportnak bélyegeznek mindenfajta kurd politikai és katonai szerveződményt, még azokat is, akik az iszlám államot a leghatékonyabban takarították. A YPG, a népi felszabadító erők tulajdonképpen terrorszervezet. Pontosan, török megfogalmazás szerint terrorszervezet. Így van. Innentől kezdve, hogy ők nem differenciálnak. Az amerikaiak meg támogatják fegyverrel. Ők pedig támogatják a kurdokat fegyverrel és pénzzel, sőt, nagyon nagyban számítottak és támaszkodtak rájuk az iszlám állam egységeitől való megszabadításában, Szíriában. És azért tegyék hozzá, hogy nagyon intenzívan és nagyon jól harcoltak. Tehát az iszlám állam ellen a kurdok, talán ők voltak azok, akik a legintenzívebben harcoltak. Főleg a kurd nők, ugye a kurd nők, akik nőhegységek gyakorlatilag is, a nőhegységek egyáltalán, szó szerint hőstetteket hajtottak. Egyáltalán a kurdok. És egyáltalán a kurdok, amblok. Most nyilvánvaló feszültséget okoz. Aztán van még egy gondolat, ami közben eszembe jutott, az, hogy hát ismeretes a török és az EU viszony, és hát az EU részéről ugye elzárkóznak pillanatnyilag, nem mondják úgy ki teljesen egyértelműen, hogy el lehet felejteni, de gyakorlatban ezt lehet tapasztalni. Lehet ez egy bosszú is. A törökök részéről, gyerekek, a EU államok jelentős része NATO tag. Persze. Ti bennünket nem akartok fölvenni, tudjátok, mit veszünk azonban oroszoktól. Persze. Oroszok mit mondanak? Nekünk a célunk NATO megbontása. Kellettő jobb, hogy a NATO második legerősebb hadsereget tőlünk vásárol légvédelmi eszközöket. Tehát ez egy akkora nagy adó a Putyin kezébe, hogy nyilván erre azért már csak fölbont egy üvegpezsgőt. Hát persze, egy jó kis orosz pezsgőt. Hát ez nyilvánvaló, hogy ez már egy ideje, ezt a sérelmi politizálást és taktikázást a török politika csinálja. Egyrészt azzal is borzolja a kedélyeket, hogy egyébként egy korábban, nem is olyan régen még, teljesen világi állam és államszerveződés egyre radikálisabban fordul az iszlámnak a bizonyos értelemben radikális irányzatai felé is. Másrészt ugye a NATO-n belüli engedetlenkedések igenis egyértelműen borsot törnek azoknak az európai szövetségeseknek az orra alá, akik egyébként hallani sem akarnak arról, hogy Törökország valaha is az EU tagja legyen. Miközben persze milliárdokat fizetnek azért, hogy a menekülteket tartsák a török menekültáborokban, és ne szabadítsák rá az európai, fejlett európai országokra a közel-keleti és afrikai ugye, menekültek hullámait. És közben meg ez egy kicsit olyan az, amit ön fölvázolt a bevezetőben, mint egy sértett oldás, aki azt mondja, hogy ja, hát nem adod nekem ide a játékodat, akkor majd megyek a másikhoz, aki meg szívesen ideadja az ő játékát, és akkor majd... Körülbelül, mint egy durcás 5 éves óvodás gyerek, aki elkezd toporzékolni, hogy miért nem kapom meg a kis autómat. Pontosan. És ha nem kapom meg, akkor majd ez meg az, hogy megyek a szomszédhez. Így van. De megjegyezve azt a változást, ami jelenleg azért folyamatban van Törökországban, azt lehet tapasztalni az isztambuli választásokból, ugye, most már a második volt, hogy azért Erdoğan is kap egy-két pofont. Nem lennék meglepődve, hogyha amerikai pénzek támogatnák ugye az ellenzéki. Eddig már nem is merek elmenni, de lehet, hogy volt bizonyos támogatás, és azért hát ne felejtsük el, hogy Erdoğan onnan indult. Ankara, illetve Isztambulból indult. 15 milliós város, és annak volt a polgármestere, és másodszor az AKP-t megcsapták. Ami azt jelenti, tehát azt jelenti, hogy óriási presztízsveszteség. Nagyon komoly presztízsveszteség, és tulajdonképpen, hogyha ez így folytatódik, akkor Törökországban majd eljuthatunk oda, amikor az Erdoğannak ki fogják adni a mellevelet, vagy az útilapot,
és akkor esetleg változhat a politika, és nem biztos, hogy ez az iszlám vonal lesz, ami irányába jelenleg ugye Erdogan vezetés alatt Törökország halad. Mondjuk ez Európa számára nem lenne rossz, hogyha nem az iszlám vonal uralkodna Törökországba, és hát Kemal Atatürknek se kellene forogni a sírjába tökezve. Tehát tulajdonképpen azért ez jobb lenne, még abból a szempontból is, hogy az Európai Unióval való szövetség is valamit változna. De hát persze más az Európai Unió és más a NATO, lehet tapasztalni azt is, hogy olyan kérdésekben a NATO-ban a törökök betartanak, ami az Európai Uniós kapcsolatokat illeti. Tehát itt azért nem olyan harmonikus az együttműködés, mint ahogy ezt a különböző okmányokból ki lehet olvasni. Bizony nagyon sok esetben a NATO-n belül azért, mert nem EU tag a Törökország, betartott, ahol tud. Tehát itt azért, és ez nyilván érinti az amerikaiakat is, az amerikaiak, hát ki más, nyilván az amerikaiak erre odafigyelnek, mint a NATO vezető hatalma. Most azért, hogy mennyire bonyolult a rendszer, világítsunk meg egy egészen más szempontot is. Az Amerikában élő diaszporák érdekérvényesítési képességét, magyarán a lobbistákét. Ugye az köztudott, hogy az Amerikai Egyesült Államok területén nem él jelentős mennyiségű török kisebbség. Ellentétben az örményekkel, a görögökkel és a zsidókkal. Akik viszont rendkívül nagy érdeken érvényesítő képességgel rendelkeznek, és tulajdonképpen nehéz lenne ezek közül bármelyiket kitüntetni, hiszen mindenki a zsidó lobbiról beszél, de iszonyatosan erős, csak nem annyira látványos, vagy legfeljebb nem annyira a média visszhangja például az örmény lobbinak az Egyesült Államokban, és a görögök is nagyon erősek. És hogy ez miért fontos számunkra? Azért fontos, mert a görög, az örmény és a zsidó lobby nagyon gyakran egységesen dolgozik a török érdekek érvényesítése ellen. Így van. Tehát ezzel nem lehet nem számolni, amikor az Amerikai Egyesült Államoknak bizonyos ugye, Törökországgal kapcsolatos döntéshozataláról beszélünk. Annak ellenére, hogy ebben a 100-150 ezer törökben azért van, amerikai törökben azért él és működik és dolgozik néhány igen komoly üzletember, akik nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy ők a hazájuk érdekében, nyilván török érdekek képviseletében tudják befolyásolni az amerikai döntéshozókat. Igen, és itt visszatértünk az eredeti állításunkra, amikor azt mondtuk, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az, hogy kinek milyen fegyvert adnak el, ez a külügyminisztériumtól függ. Tehát a külügyminisztérium tudja azt, hogy milyen lobbycsoportok működnek az országon belül, és hogyan lehet az egyensúlyt megteremteni. És hát ez való igaz, hogy Törökországnak meglehetősen sok ellensége van a Közel-Keleten. Na most ez egy bizonyos mértékben tükröződik az amerikai belpolitikában. És hát Törökországnak mondjuk ki úgy, ahogy van, ahol csak lehet betartanak. Itt évszázados történelmi ellentétek vannak, amiknek a megoldása hát egyelőre nem, hogy várat magára, de szóba se kerül. Hát az örmény népírtással kapcsolatban, ami tabu téma. Pontosan így van. Na most ezek az örmények nyilván nem török barátok az Egyesült Államokban, a görögök is a kisebbség révén. A lobbistákat hagyjuk, mert a lobbistákat fizetik. De az ott élő kisebbség is, azoknak a képviselői, azok próbálnak föllépni elég keményen a törökök ellen. Tehát többen vannak úgy, ahogy elhangzott, mint mondjuk a török képviselet. Európában más a helyzet. Tehát Európában azért a törökök elég nagy számban képviseltetve vannak. 5 millió emberi csak Németország területén. Az fél Magyarországot jelent gyakorlatban. És ez egy szavazó erejüket ne felejtsük el, pláne hogyha egységesen szavaznak, tegyük fel, hát ugye azért ilyen ritkán van, de tegyük fel, hogy ha egységesen szavaznak, akkor óriási szavazóerőt képviselnek. Hát ugye nem véletlen az, hogy az Erdogan elnök a választások előtt végig hakniszta fél Európát, de különösen Németországot és Franciaországot, és azt sem véletlen, hogy a németek azt mondták neki, hogy otthon próbáljon kampányolni, és ne itt Németországba, mert nyilvánvaló zavarja őket, hogy mi történik az itt élő. Hát jelentős számban német állampolgárságot kapott eredetileg török emberekkel. Vagy nem is biztos, hogy török, mert lehet, hogy közöttük nagyon sok a kurd. Tehát azt a feszültséget, amely Törökországban megvan,
akár más népcsoportokkal szemben nem kéne exportálni Európába. Hát igen, szóval igen, ezt azért látni kell, hogy az Európai Unió bizony sok tekintetben mereven ragaszkodik bizonyos emberi jogi kérdésekhez és feltételekhez, és ott, ahol bizonyos kisebbségeknek a kiirtása, kifejezett történelmi bűnök, népirtás, genocídiumról még beszélni sem lehet, még említés szintjén sem lehet beszélni, mert tabuizálva van, tabu téma. Lássuk, gondolok itt elsősorban az 1915-ös örmény népirtásra, amire utaltam is az előbb, vagy a kurd kérdés, a kurd helyzet, amit szintén mereven elzárkóznak, és ugye a másik három ország, ahol jelentős kurd kisebbség él, Szíria, Irán és Irak, már akár bele is menne egy Kurdisztán, el tudna fogadni olyan helyzetet, ahol Kurdisztánt ki lehetne kiáltani egy független kurd államot, a török politika mereven elzárkozik ettől, még csak hallani sem akar erről, sőt, képesek lennének egy kurd népirtásra, hogyha az amerikaiak egy oldalon kivonulnának ugye Észak-Szíriából. Hát nyilván ilyen helyzetekben azért Törökország hát elég kemény falakba ütközik nemzetközi fórumokon, legyen az az amerikai külpolitika, vagy legyen az Európai Uniós döntéshozás. Teljesen egyértelmű, és az sem véletlen, hogy az Európai Unió ezektől a kérdésektől szintén mereven elszárkódik. Tehát hát föl lehetne vetni a magyarországi kisebbség kérdését is, hallani nem akarnak róla. Tehát itt azért vannak olyan témák, amelyek az asztal alá szépen be vannak söpörve, és maradjanak ott az asztal alatt, ki ne jöjjenek, mert megpróbálnak kijönni, akkor gyorsan visszanyomjuk őket. Tulajdonképpen ez jelenti az európai kisebbségi politika. Nagyon kényes ez a téma, világos, és hát vannak országok, amelyek ennek a kialakításában részleteknek nyilván, hogy most nem szeretnék ezeket a dolgokat előszedni még egyszer. Tehát ez egy hallatlan kényes téma. Európában is. Hát persze, persze, hogy az, mert hiszen, hogyha Kelet-Európában kiengedik a szellemet a palackból, és mondjuk elkezdenek nyíltan és érdemben beszélni 100 év óta először például a romániai magyar kisebbségekről, érdemben, akkor nagyon hamar jelentkezhetnek mondjuk a baszkok autonómiáért, vagy a katalánok, vagy az írek azonnal Észak-Írországban azt mondhatják, hogy kéne szépen mi szeretnénk csatlakozni az anyállamhoz, és akkor a britek felejtsenek el bennünket. Meg egy csomó más... Hát nézzük meg a spanyol különböző függetlenségi törekvéseket. Van egy bizonyos határa, meddig elmegyünk, és ettől kezdve leállunk. És tulajdonképpen az Európai Unióban nem szól bele, hanem gálásan azt mondja, hogy hát ezek belső problémákat oldják meg önök. Vagy két ország közötti problémák oldják meg bilaterális úton, nem feltétlenül szükséges, hogy az Európai Unió ebben bármit is tegyen, vagy bármilyen véleményt is, tehát még a vélemény nyilvánítástól is elzárkoznak. Hát emögött nyilván nyomós indokok vannak. Nem kell messze menni, hát én mindig csak Erdélyt tudom felhozni példának, ahol azért hát voltak bizonyos történelmi problémák, amit elő lehetne hozni, és hogy most mi jogos, meg mi nem jogos, meg mit kell megadni, meg mit nem kell megadni, meddig lehet elmenni az autonómiába, hol és miben, ezek mind olyan kérdések, amiket mondjuk el kéne rendezni a két országnak egymás között, ahogyha csak két országnak a problémája. Törökök esetében nem csak két országnak a problémája. Hát a magyarok esetében sem, hiszen ott vannak, azonnal megszólalnak a vajdasági magyarok, a felvidéki magyarság. Magyarok esetében sem, csak a kárpátaljai magyarság. Tehát itt az elég kényes témák vannak, ugye, hogyha ezek felmerülnének, mert hát figyelembe véve a környezetünket, az NATO és Európai Uniós tagokról is szó van, tehát nem csak azokról, akik nem tartoznak szövetségi rendszerhez, és hát ebből adódóan ugye az Európai Unió azt mondja, hogy egyrészt mi ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk, másrészt meg hát próbálják megoldani önök ezt bilaterális úton. Mi várható Törökországban, hogyha a szerződéseknek megfelelően, tehát most csak ragadjuk ki ezt a két szerződést, visszatérek megint ehhez, mert ez annyira plasztikusan mutatja a helyzetet. Az egyik az S-400-asok szerződése, két éve aláírt szerződés, amely szépen annak rendje és módja szerint
működik, és úgy tűnik, hogy működni is fog. Szépen fél év alatt leszállítják az oroszok a megfelelő berendezéseket, alkatrészeket, technológiát, szoftvereket, hardvereket, összerakják, összeszerelik, beüzemelik. És ugyanakkor a már szintén folyamatban lévő amerikai F-35-ös szerződés, amelynek egy részét már a török fél kifizette, a török pilótákat már Arizonába elküldte, ott a kiképzésük folyamatban van, lehet, hogy annak rendje és módja szerint le is bonyolódik, meg is kapják mondjuk a teljes állományt, vagy az állománynak egy részét, megkapják a repülőgépeket. Milyen helyzet fog elő? Én úgy gondolom, hogy az oroszok részéről probléma nem lesz, mert leszállítják. Tehát amit a szerződésben vállaltak, azt ész nélkül is rendkívül gyorsan, határidőre le fogják ők szállítani. Ők járnak a legjobban ezzel. Ők a nyertes fél. Betörtem a NATO-ba, persze. Eladtam, csináltam egy jó komoly üzletet, és csináltam egy jövendőbeli üzleti lehetőséget, azzal, és borsot törtem az amerikai vezetés orra alá. Tehát az oroszok ebben nyertes felek, hátradőlhetnek, és azt tudják mondani, hogy na akkor nem orosz pezsgőt iszunk, hanem francia pezsgőt iszunk. Ez az egyik dolog. A másik dolog, az amerikaiaknak főhet a fejük, hogy most akkor tulajdonképpen mit fognak ebben csinálni, mert hogyha leállítják ezt az egész F-35-ös programot, akkor az azt jelenti, hogy sokat kell visszafizetni, mint ahogy ezt Erdoğan mondta is. Azt nem szeretik. Leállíthatjátok, azt ők nem szeretik. De mi azt a pénzt, amit erre eddig fordítottuk, azt kérjük vissza, és ez nagy összeg. Tehát Erdoğan nem említette, hogy mekkora ez. Nem emlékszem mi erre a történelemből, hogy az amerikai nem biztos, hogy szeretik. Nem csak az amerikai, senki nem szereti vissza. Már megkötött szerződéseket annulálni, és utána visszafizetni pénzeket, nyilvánvaló, hogy nem szeretik. Tehát itt lesz még egy húz meg erez meg változat, lesznek még esetleg más ajánlatok, el tudom képzelni az amerikaiak részéről, hogy F-35 nem, de mit tudom én, mit fogtok kapni. Az F-16-osoknak a legfejlettebb. Vagy esetleg azt a Patriotot, amit szerettek volna, akkor még végül is megadjuk, vagy legyen mind a kettő, de hát ez hogy rendezik le az oroszokkal, akkor viszont ott kellene, akkor viszont a törököknek kellene szerződést bontani. Hát szerintem az oroszokkal már nem sokat tudnak ezen változtatni, hát az egy aláírt működő dolog, azokat le fogják szállítani, és még az ősszel rendszerbe fogják állítani. Tehát én szerintem ez egy fait accompli, tehát most már gyakorlatilag megvan oldva ez a kérdés, az amerikai részéről még nincs, tehát ott egyelőre még leszállítás nem történt, de hát végül is a repülőgépnek a leszállítása, ha megvan, le van gyártva, nem egy hozamos nagy dolog átrepülni Amerikából, Európából, pláne egy F-35-ösre, aminek a sebessége azért meglehetősen magas. Hát pláne mondjuk repülőgép hordozó anyahajókról felszállni, ugye a földközi tengerről például, tehát ott nem. Hát nem, ezt Amerikába hozzák, amerikai gyárból. Közvetlenül átrepülnek? Tehát ekkora hatósugar az F-35-ösöknek? A légi utántöltés már régen kitalálták, hát azt nem lehet elképzelni, hogy ne lehessen légi levegőben utántölteni. Tehát ezeknek az áthozatala, elhozatala nem a nagy probléma. Hát ez egy stratégiai bombázóról van szó, tehát ez egy nagyon minden fejlett technológiai lehetőséggel megáldott gép. Tehát 5. generációs repülőgépről van szó, ami azt jelenti, hogy minden elektronika az ember, nem is tudom, minek van ott. És nagyon sok olyan az F-35-ösnél nagyon sok olyan dolog van, ami meghaladja az ember teljesítő képességét. Tehát olyan dolgokat tud pillanatokon megcsinálni, amire az ember egy nem képes. És most ugye elkezdenek a katonai szakfolyóiratok azzal foglalkozni, hogy milyen gyengeségei vannak az F-35-nek. Nem teljesen véletlenül jelent meg ez most a nemzetközi irodalomban, én rendszeresen szoktam ezeket olvasni, és hát írogatják, hogy bizony olyan problémák vannak az F-35-tel, idézőjelben mondom ezeket a problémákat, amely a felhasználását megnehezíti, mert elég sok területen túllép azon, amit az ember fizikailag vagy pszichikailag képes teljesíteni. Mondjuk például a gyorsulás, ugye ezek forszással, tehát utánégetéssel gyorsulnak, olyan sebességgel és olyan rövid idő alatt, amit az emberi szervezet nem biztos, hogy elvisel. Tehát itt a pilótáknak nagyon komoly terhelés keletkezik azzal, ha ezeket használják.
És hát, hogyha gyorsan akarnak menni, akkor nyilván az utánégetőket használni kell. Más kérdés, hogy meddig lehet és ilyenkor mennyit fogyasztanak. De hát elektronikai szempontból is tulajdonképpen túltesz azon, amit az emberi érzékszervek tudnak észlelni, és az agy tud irányítani. Azért ez sok minden megjelent ezekkel kapcsolatban. Meglehetősen hátborzongató gondolat, hogy a haditechnika fejlődésének már az ember lesz, az emberi tényező lesz akadálya, igen, vagy a korlátja, amikor mondjuk a nehézségi erő, a gravitációs erő 5-6-7-szeresét kell ugye a pilótának elviselnie, amire hát egyrészt maga egészséges emberek kellenek, életerős emberek kellenek, akik kiképzést kaptak, és akik megfelelően tréningelve, trenírozva vannak ugye erre. Nagyon komoly orvosi problémák merülnek fel, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy az emberi szervezet gyorsan elhasználódik. Na most ezután fölteszem a kérdést, hogy ki az, aki elmegy pilótának, és mondjuk ilyen gépeket repül. Mennyi ideig képes az ember ezeket a gépeket repülni, és mi az, amikor azt kell mondani, hogy öreg, 5 évig voltál F-35-ös pilóta, sajnos nem vagy alkalmas az orvosi. És mondjuk 5 év alatt 15 nézni. Évet öregedtél. Igen. A szerveid igen. Olyan mértékben használódtak el? Igen, hát az emberi szervezetnek is van egy bizonyos határa, amire azt kell mondani, hogy nem. Tudom, hogy a technika arra törekszik, hogy minél gyorsabban, minél korszerűbbet, minél nagyobb csapásmérő képességgel, de sajnos nem mindent tud elviselni az emberi szervezet. Akkor egyre inkább a robot repülőgépeké, vagy a pilóta nélküli? Hát a jövő a robot gépeké, igen, de hát azoknak is azért még kell jó néhány év, még mindent tudnak teljesíteni, de tulajdonképpen a robot repülőgépekkel föl lehet állítani robot repülő századot, robot repülő embereket, emberek nem ülnek a repülőgépbe, és végrehajtják azt a feladatot, amit mondjuk egy ember vezette repülő is végre tud hajtani, csak ezek gyors jobban tudnak menni, mert ott viszont nem kell orvosi vizsgálatra menni a pilótának. Mivel nincs. Tehát itt már az a kérdés, hogy a számítógépet hogyan tudja kezelni, hogyan tudja ezeket a gépeket vezérelni. Egy emberre hány gépet lehet bízni, akik irányítják. No persze ezek még egyelőre futurisztikus dolgok, de csak részben, mert ezeken már rendesen kísérleteznek és próbálják ezt úgy megoldani, mint ahogy nem csak a repülők esetében, hanem harckocsik esetében is például, ugye, amit hát most már a intelligens dolgokkal sok mindent meg lehet csinálni, és tulajdonképpen a számítógépes vezérés el lehet indítani egy háborút, ahol nem kell ember, és tulajdonképpen nem folyik vér. És már lassan... És ez a jövő. Ja, és pusztítani persze tudunk. Igen. Hát a pusztító erő az exponenciálisan növekszik. Igen. Tehát az afelől nem kell aggódni, mert idézőjelben, hogy nagyon is kell aggódni. Igen, tehát nem használom az embert a technikához, viszont valahol az ember ellen fejlesztem ezeket. Igen. Minek fejleszték ki ezeket a gyorsan? Nyilván nem a technikát a technika ellen. És akkor már az amerikai ott vagyunk a Terminátor világában, ahol az emberen túlnő a saját maga alkotása, önálló életre kell a gép, a robot, és az ember ellen fordul. Az amerikaiak már évek óta gondolkodnak, hogy minek kell nekünk külföldi bázisokat tartani. Olyan eszközöket kell kifejleszteni, amik amerikai bázisról megy, elrepül és végrehajtja a bombázást. Nem kell nekünk a világ különböző részén repülőtereket bérelni, ott tartani egy csomó embert, iskolákat a családtagoknak, stb., hanem innen helyből induljanak meg és hajtsák végre a feladatot. Ma már a haditechnika ebbe az irányba megy. És tulajdonképpen ezt a fejlett országokban már csinálják. Tehát Kína is foglalkozik ilyen kérdésekkel, Oroszország is foglalkozik ilyen kérdésekkel, és Japán is foglalkozik. Hát ahol olyan fejlett elektronikai rendszerek vannak, amiket fel lehet használni erre a célra is, nem csak csodálatos autóknak az elkészítésére, amelyek ugye maguktól mennek is. Tulajdonképpen gépkocsi vezető már nem kell hozzá, hát ugyanez van a haditechnika területén is. Nos, azok az országok, sötét távlatok, megengedhetik maguknak, azok ilyeneket vásárolnak. Hát nem véletlen, hogy a törökök az illetve az F-35-ot akarják megvenni, a világ egyik legkorszerűbb repülőgépe. És jó, most már azt fogja leváltani az F-16-ot, az F-18-at is, helyette ezek lesznek. Oké, csak én ezt értem, hogy van egy felgyorsult, elképesztő fegyverkezési verseny és hajsza, és egy technológiai hajsza, hogy a katonák
és a fejlesztő mérnökök sem szoktak a környezetvédelmi szempontokról gondolkodni. Na most, hogy fölmerült bennem egy ilyen, amit az a kapcsolatban, amit az előbb mondott, hogyha az amerikai támaszpontokról hajtanak majd végre akciókat, mondjuk a világ másik végén lévő célpontok ellen, vagy célpontokkal kapcsolatban, akkor az milyen iszonyatos környezetterhelés fog eredményezni, hogy átröpködik a félvilágot. Erről senki nem gondolkodik, a katonák erre nem szoktak gondolkodni, hogy van a globális problémák, például a klímakatasztrófa, ami nem koptat, hanem berúgja. Igen, a hadsereg. Hát erre a megállapodás miért nem jött az Egyesült Államok pont a legnagyobb, persze. Hát nyilván a legnagyobb hadsereggel rendelkező országok nem akarják aláírni, mert a hadsereg a legnagyobb szennyező. Így van. Hát akkor űrszemét van már a bolygónkon kívül, a stratoszférában is. Ugye az egyébként tök bénán, meg egyáltalán nem sikeresen működtetett, évtizedek óta működtetett, vagy nagyon alacsony százalékos sikerességgel működtetett űrprogramok, amerikaiak, oroszok, kínaiak, tele van űrszeméttel a stratoszféra, tele van szeméttel a tenger, ugye a haditengerészet, soha nem arról volt híres, hogy eltakarít maga után a világtengerekben. Hát tulajdonképpen... Nem beszél a folyók a talajszennyezéséről. Ez egy olyan téma, amiről nem beszélünk. Nem. Vagy legalábbis nagyon kevesen beszélünk. Nem. Nem véletlen vannak azok a megállapodások, és most nem feltétlenül hadsereget kell bántani, a kísérletezéseket is természetesen, de hát mondjuk az atombomba kísérletek. Tehát arról se beszélnek, pontosan, hogy mennyire mozgatják meg ezek a hatalmas nagy robbantások, ami mondjuk a víz alatt hajtják végre a tengernek különböző rétegeit. Vagy lefelé a földet, ami után lesz földrengés, meg lesz cunami, meg lesz egyéb dolog. Tehát, és hány halat, hány óriás szetet pusztítanak el közben, stb. Micsoda óriási környezeti katasztrófákat. Közvetlen abban a pillanatban, és aztán később közvetetten halasztott módon a cunamik is. Természetes belejárul, és erről nem beszélnek. Tehát ami a vizekben keletkezik. De hát azért mondjuk vannak tudósok, akik ezeket a kérdéseket feldolgozzák, jelzik, a politika meg azt mondja, hogy és kit érdekel ez a téma. Hát például Donald Trump azt mondja, hogy ez fake. Mit érdekel engem, mi lesz 50 év? Az Amerikai Egyesült Államok szerint elnöke szerint ez fake news, ezek hamis hírek, és csak azt a célt szolgálják, hogy az amerikai ipart azt megpróbálják. Hát ha ez fake news, akkor meg kell nézni néhány tengert, néhány felvételt, amit mondjuk nem az űrbe készítettek, hanem a Földön, és akkor abból le lehet vonni azt a következtetés, hogy ez fake news-e valójában, vagy nem. Ki kell menni az utcára az 50 fokos hőségbe. Igen. Hát most járt le a műsoridőnk, itt innentől kezdve ez már egy másik témát nyitnánk, és nagyon érdekes téma lenne ez. Például hadászat környezetvédelmi vonatkozásai, de az már egy másik műsor témája lenne. Kis Benedek Józsefnek köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a meghívást. Nézőinktől is elbúcsúzunk. Nagy szeretettel és tisztelettel köszönjük megtisztelő figyelmüket, és várjuk Önöket a képernyők előtt a jövő héten is, ugyanitt ugyanekkor a viszontlátásra.